Az 5,2 hüvelykes kijelző Full HD felbontású, ami egy IPS panelre épül. A Huawei által fejlesztett Kirin 935-ös 8 magos processzor van a készülékben, másfél, illetve 2,2 GHz-es magóra jel, illetve Mali T628MP 4-es grafikus gyorsítót kapunk, ami pozitívum az a 3 GB RAM megléte, hiszen ez multitask műveleteknél rendkívül jól jön, főleg úgy, hogy a Honor készüléken az egészen jól van optimalizálva. A háttértárunk az 10 GB, amit elérünk szabadon, egyébként 16 GB névlegesen, van viszont microSD kártyás bővíthetőségünk SIM kártya szloton keresztül, viszont ekkor bukjuk a dual aktív SIM kártya támogatást. Webböngészésnél látszik, hogy ott nem olyan gyors a multitask, viszont mondjuk a 3 GB RAM-nak köszönhetően a játékok azok nem töltenek újra, hanem rögtön elindulnak második nekifutásra, ami mindenképpen jó, hiszen így látható, hogy milyen tempót tud felmutatni a készülék. 52 másodperc alatt végigfutott a tesztünk, és ezt még egyszer elindítani, ezt a 8 alkalmazást elég volt 21 másodperc, ami egy egészen jó eredménynek számít, főleg így a középkategóriában.